sokan tudjátok, talán nem. Én közgazdász vagyok, és az értékesítésben dolgozom. Úgyhogy egy pár mondatot szeretnék most mondani arról, hogy amit itt láttatok, hallottatok, azokat hogyan lehet szerintem úgy eladni, hogy igazából nem tudjon nemet mondani rá az ügyfél. 8 IP kamerás rendszerben, én is mondtam, hogy az év második felében szerintem több megapixel kamerát fogunk eladni, mint 960-as analógot. Az itt jól látható, elmulasztottuk azt, hogy ez kinyomtatva mindenki megkapja, de fent lesz majd a weboldalunkon. Ugye azt tudjátok, hogy egy videórendszer nem csak abból áll, hogy kamera van benne, meg videórögzítő, hanem kell hozzá Winchester, ugye analóg rendszer, akkor balonokat rakunk fel, kell hozzá tápegység, hogyha IP, akkor persze kell hozzá switch. UTP kábellel szereljük gyakorlatilag az analóg rendszereknek is szerintem a meghatározó hányadát mindenki, aki itt van a teremben. De hát tápkábel is kell hozzá, most egyelőre itt még nem számoltunk a poéval. Csupa lista árat írtunk be ebbe a táblázatba, tehát amennyiért végfelhasználó megkaphatja ezeket az eszközöket. Számoltunk egy olyan munkadíjjal, ami jobb oldalat látható, 6000 forint kameránként, 15000 forint rögzítőnként, nem is tudom, a kábelhálózatnál is számoltunk, azt hiszem, egy ilyen 200 forintos méterenkénti munkadíjat. Informatikus munkadíjat az analóg rendszerhez nem kalkulálunk, viszont az IP rendszereknél én kiadtam a cégnél erőteljesen, hogy kameránként 5000 forintot igenis tessék felszámolni, mert hiába oktatjuk a saját kollégáinkat is, lassan megy át az a dolog, hogy készségszinten tudják a hálózati beállításokat egy idegen objektumban megtenni, éppen ezért gyakorlatilag a Tamásnak közel minden telepítéshez oda kell menni, vagy pedig valami távoli megoldással ott menedzselni kell, de mindenképpen elmegy vele pár órája. Tehát erre mindenképpen számolni kell. Most ugye így a teljes rendszerből jól látszik, hogy egy analóg rendszer 504.000 forint. A táblázat tetején ott látszik, ott van egy olyan, hogy felbontások milyen arányban nőnek. Látszik, hogy egy analóg rendszernek a felbontása, hogyha egy megapixelesre váltok csak, akkor rögtön 67%-kal nő. Hogyha 1,3 megapixeles, akkor 2,22-szeresére. Ha 2 megapixeles kamerára váltok, akkor 3,75-szörös lesz a felbontás az analóghoz képest. Most ehhez képest én azt mondom, hogy a teljes rendszer árat kell tekintetbe venni az ügyfélnél, és hogyha 67%-kal nő a felbontás, akkor mindössze 14%-kal nő a teljes rendszernek az ára. Hogyha 3,75-szörösére nőtt a felbontás a 2 megapixeles rendszernél, ott mindössze a listaár növekvény a 67% a analóghoz képest. Tehát majdnem 4-szeres felbontást kap az ügyfél 67%-kal drágábban. Az, hogy varifókusz vagy fixfókusz kamera, mert ugye az analógban, megmondom őszintén, ott egy varifókusz kamerát számoltunk, nem nagyon adunk el nem varifókusz analóg kamerát, tegyük hozzá. IP-ben viszont tegyük hozzá, ugye, hogy egy 1,3 megapixeles kamera képébe több mint kétszer belefér az a 960-as felbontású kamera. Tehát gyakorlatilag megnyerem azt, hogy nem kell ráközelítenem egy szűk látószögű optikával egy bejáratra ahhoz, hogy kiértékelhető képet kapjak, hogy felismerjem az embert vagy a rendszámot, hanem a megapixel kamerával nézhetem szélesen az eseményeket, láthatom, hogy mi történik a kaputól jobbra és balra, és mégis megvan egy ugyanolyan méretű felbontású képe, amiben adott esetben még bele tudok zoomolni. Tehát emiatt szerintem ez hasonlítható, és innentől kezdve itt jól látszik, hogy ha valaki az analóg rendszer helyett egy megapixeleset kér, akkor ha 5 éves időtartamban számoljuk az élettartamát a videórendszernek, akkor havi 1100 forintjába kerül az a felár, hogy kétszer akkora felbontást kapott, hogyha 2 megapixelesbe számol, akkor havi 5600 forintjába kerül az mindössze, hogy ő egy majdnem 4-szeres felbontást kapott, és ez 5 éven át kell neki. Egy pár szót arról, hogy
cégekkel hogyan működjünk együtt. Vannak itt olyan cégek, akik direkt arra vannak felkészülve, hogy komoly, nagy munkákat végezzenek. Megtervezik, kivitelezik sok millió forintos, több tízmillió forintos munkákat. Ez tulajdonképpen nem az ő számukra szól a következő néhány mondat, hanem inkább azoknak, akik kis cégek, kevés népszámmal, kevés tőkeerővel, de mégis kapcsolatrendszerükön keresztül bele tudnak futni egy olyan munkába, ahol is, ami meghaladja az ő erejüket. Ebben szeretnénk mi segítséget nyújtani, mert azok a munkák, amikben ők futnak bele, azokban nyilván megvan az a személyes kapcsolat, ami miatt pont ők kapják meg, és nem valamelyik nagy magyarországi telepítő cég, vagy akár nem az LDS Kft. Mi ezekben úgy tudunk együttműködni, hogy van egy 21 néhány éves cég, akinek azért van egy volumene a piacon. Igyekszünk a legújabb technikákat beépíteni a kínálatunkba. Van egy közvetlen gyári kapcsolatunk, és műszakilag is nyilván kellően értünk a dolgokhoz. Itt nagyon sok féle rendszert láthatok. Az ügyfélhívótól a kerítésvédelemen át a szokásos riasztó videó tűzjelzőkön keresztül. Tudjuk azt vállalni, hogy segítünk annak a kisebb vállalkozónak már a projekt felmérésében, esetleges tervezésében, az árajánlat kidolgozásában, illetve nyilván logisztikában, tőkében abban, hogy megnyerje ezt a munkát. Ez a munka lehet akár úgy, hogy mi csak anyagbeszállítók vagyunk, de lehet úgy is, hogy az LDS a fővállalkozó, és ő az alvállalkozó, akár a munka kivitelezését tudja ő csinálni, de lehet úgy, hogy az LDS alvállalkozó. Mindenre volt példa az elmúlt évek során. Amit tudni kell, ugye, hogy ezek az Identivision és illetve Grundig termékek, Everlink, ez mind védett áras termék, ez azt jelenti, hogy az interneten publikusan, listaár alatt nem találhatók meg, így eladhatók, egyrészt listaáron, másrészt azt is jelenti, hogy a telepítő szakvállalkozó, hogy tud pénzt keresni ezeken az üzleteken. Nyilván projektvédelmet is fogunk tudni adni ezekben a termékkörökben, úgyhogy az a kérésünk, javaslatunk, hogyha valakinek ilyennie van, akkor forduljon hozzánk bátran. Itt minden egyedi, úgyhogy itt nem tudunk más csinálni, le kell ülni, és meg kell beszélni a dolgokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, várunk titeket, ha részletesebben érdekel egy-egy termék budapesti, illetve bécsi műszaki képzéseinkkel, ami ilyen 5-10 fős kis csoportos előadások, ahol sokkal inkább gyakorlati jelleggel arról van szó, hogy melyik gombot kell megnyomni, hányszor kell elcsavarni, milyen beállítást kell tenni egy menüben, ahhoz, hogy valamilyen funkciót kicsavarsanak a rendszerből. Tehát itt most igyekeztünk felvillantani nagyon sok mindenről valamit is képet, hogy fogalmatok legyen róla, tudjatok mit ajánlani az ügyfeleknek, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk. Örülnék, hogyha többen lejönnének ide próbálgatni. Itt ezen a rögzítőn például a Pécsre fölrakott speedzone kamera van, amivel itt lehet játszani élőben megnézni, hogy milyen gyakázban jönnek be a plázába, vagy jönnek ki a plázába a lányok, és a többi. Az ebédben pedig segíteni a lányok. Ha itt kimegyünk, akkor jobbra kell fordulni, és bal oldalt az első épületben ilyen üveges ajtónál kell bemenni, kilanírva egyébként az étterem, és az emelet.